Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Eltitkol ő valamit előled? Ha igen, akkor megnézzük ennél a jóslásnál, hogy miről van szó. Itt látható az ő tartása, mint egy király. Megvan ez a fellépése, megvan a magabiztonsága. De, ahogy látjuk, a korona és ez az arany érem ott előtte van, és ez a király lehajol ott, megalázkodik. Az érem jelenti az anyagiakat vagy a munkahelyét. És ebben az esetben arról van szó, hogy megvan a tehetsége, megvan ez a magabiztos fellépése a munkahelyen, de nem tudja elfoglalni a helyét, mert itt más valaki trónol, sőt, kineveti őt. És ez a más valaki hordja itt a koronát. Az azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy ő tehetségesebb, nem kap elismerést, és az azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy nála megvan a tudás, a tehetség, ez a magabiztos fellépés, de valaki elfoglalta a helyét, és ez őt elszomorít. Itt láthatóak régi emlékek, tehát a múltról van szó, a kelyhek jelentik az ő érzelmeit, ez a néni a képen lehet az anyukája vagy a nagymamája. Itt vannak bizony fájdalmas emlékek is, de mivel ennél a jóslásnál az ő titkairól van szó, akkor az azt jelenti, ő nem beszél ezekről a dolgokról. Hamarosan összeszedi magát, és itt lesz egy ugrás előre, kimutatja a bátorságát, védi magát, lesz egy új irány, és itt látható már egy új kezdet. Mivel itt is az érmékről van szó, az jelentheti azt, hogy rendezi az anyagi dolgokat, az érméknél gyakran munkáról, hivatásról van szó, és akkor ez jelenthet egy új kezdetet. De lesz egy hír, hiszen itt van a levél, sőt, ott látható a pecsét, ami utal arra, hogy ez egy biztos dolog, hogy beszélni fog veled. Ez a hirtelen jön, amikor nem számítasz rá, erre utal itt ez a kasza, és itt ez a levél arra utal, hogy hamarosan kapsz egy hírt tőle. A kasza azt jelenti, hogy ez olyan pillanatban érkezik, amikor nem számítasz rá. Itt a pecsét, tehát ez tuti. Sőt, itt a kulcs szintén azt jelenti, hogy ebben bízhatsz. Amit a kasza még jelenthet, hogy ő lezár valamit. A fájdalmas emlékeket, vagy lesz egy munkahelyi változás. Ami kettőtöket illet, itt a sors utatok újra találkozik. Megvan ez a kereszteződés, amikor a sors utak kereszteződnek. Jelenti ez a kártya a változásokat és a döntéseket is. Hiszen elérkeztek a sors utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztuk azon, hogyan tovább, milyen irányba. És itt a kulcs adja a lehetőségeket, hiszen kinyílik valami. És ez a levél lehet egy hír, hiszen tudni fogsz róla, elmondja a titkait, de az ő helyzetében utalhat bizonyos szerződésekre is. És itt lesznek ezek a fontos döntések. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!